Itt van velük Valkó Csaba és Pál Gábor, a Kompakt Diszkó apukái, így hívunk titeket. Sziasztok! Hello. Azt nézzük, hogy holnak az apukáink, amikor igen. Hello. Hoppá. Van egy ilyen fogalom, hogy az elég jó apa. Ezt ismeritek? Igen. Szerintetek ti elég jó apák vagytok? Én mindenképpen türelmesnek tartom magam, tehát a kisfiammal szemben igyekszünk szerintem mind a ketten. Igen, tehát hogy... Mielőtt megszülettek volna a gyerekek, azelőtt milyen elképzeléseitek voltak az apasággal kapcsolatban, tehát így a semmilyen. Koncepcióban kellett. Konkrétan semmilyen, tényleg az a helyzet, hogy amikor én a kis gyermekemet fogtam a kezemben, az egy teljesen más szeretet volt, egy, amit nem ismertem előtte. Milán most 4 éves? Most lesz 4 éves, most igen. Most lesz 4 éves. Igen, úgyhogy nekem, tehát nem tudom. Tehát vele tanultad meg, nyilvánvalóan. Igen, tehát egy a legerősebb szeretet, ami ilyen, hogy elképzelted magad, hogy én majd hogyha ezt fogja csinálni a gyerekem, akkor úgy fogok rá reagálni. Hogy? Tehát, hogy nem volt előzetesen semmi. Én szerintem erre szerintem nem is lehet fölkészülni igazából így előre. Tehát ez nyilván attól függ, hogy az egy gyerek egyéniség az milyen. De hát nyilván próbálunk minél jobban viselkedni. Mennyiben jön elő a nálatok a ti apai mintátok? Szóval amit ti kaptatok otthonról? Mennyiben másoljátok ezt, vagy mennyiben egész más, hogy éljétek meg? Ti többen voltatok testvérek. Hát mi ketten. Egészen konkrétan. Hát nekem a testvérem... Valkó Ádámmal. Ádám, igen, aki kitaposta az utat nekem. Aki az osztálytársam volt általános iskolában, így van. Kicsi a világ. Úgyhogy hát nekem ott a könnyű dolgom volt tényleg a bátyám, hogy kitaposta előtte az utat, hogy ott egy más történet volt, de hát nyilván valamilyen szinten figyelem az, hogy a szüleim hogy viselkedtek velem, hogy azt így próbálom valamilyen szinten követni is, de hát mondom, ez tényleg gyerekfüggő. Gábor? Hát ez nálunk is teljesen hasonló volt, mondjuk az a különbség, hogy nekem egy húgom volt, tehát hogy nekem nem taposta senki az utat előre. Neked kellett. Igen, de hát mondjuk ez abban a szempontból is, hogy nekem ugye lányaim vannak, tehát hogy ez egy kicsit más szituáció, mint hogy az én szüleim velem, tehát hogy itt amit a húgomnál láttam, maximum az lehet irányadó, de nyilván az emberben ez talán ilyen tudat alatt is benne van az emberben. Jaj, te helyes. A hajós kapitány. Ő Milán. Ja, Istenem. Nagyon helyesen néz ki. No, és mennyire vagytok szigorúak? Általában egyébként azt figyeltem meg, hogy azt mondják a férfiak magukra, hogy ott nagyon szigorú vagyok, mert szigorú, és közben kiderül, hogy az anyuka a szigorúbb fél. Vannak olyan szituációk, ahol muszáj egyszerűen szigorúnak lenni nálunk is. Tehát például, amikor elkezdjük a fürdés ideje, akkor azért mindig birkozás van az édesanyjával, és akkor mondta, hogy na jó, hát akkor szólunk a papának, mert hát kell egy szigorú hang, és akkor... Igen, igen, szinten... akkor kétségbe esve, apa, szólj rá, nem bírok a gyerekkel. Hát körülbelül ez van. Hát igen, ez nálunk is, hogy ezt tulajdonképpen beosztjuk, tehát hogy nyilván vannak dolgok, amiben inkább én van, amiben inkább a nejem, és de hát azért nagyon szigorúnak nem. Hát meg lányokkal, tehát... Persze, tehát ott egy apának vége van. Te szigorú vagy? Igen. Igen? Igen. Biztos, egészen biztos vagyok benne, hogy a nők szerintem ti vagytok a keményebbek, vagy a határozottabbak otthon. Ilyen szempontból. Hát, mondjuk, a Vigi szempontjában azt nem biztos, hogy így állítanám, de hát azért ő is néha nyilván tud szigorú lenni. No, és ti most klip premier előtt álltok, hiszen kint néhány szót beszélgettünk már, és nyilvánvalóan lesznek élő bulik a nyáron, ez természetes, de ti most stúdióban vagytok egyrészt, másrészt meg itt van a klip premier, hogy erről mesélnétek pár szót. Túl vagyunk most egy... alkotótáboron levonultunk Balatonra és elkezdtünk dolgozni, de most már egyébként már ez a harmadik alkalom volt. Hú, ez nagyon rosszul hangzik. Nagyon borzalmas. Fiúk lementek a Balatonra dolgozni. Igen, tehát ott nincs térerő, semmi, nem lehet minket elérni. Hát a pincében nincs is. Persze, nincs térerő, hogy nem. Úgyhogy nagyon szépen haladtunk, viszonylag sok dal született, például a Veret című dal is, amit most így bemutattunk nektek. És, mit jelent az, hogy szövegklip, valami ilyesmit olvastam, ugye? Hogy olvas a szöveg közben végig. Ez egy lirik videó. Azonnal meg lehet tanulni és vele énekelni már másodszor, amit megnézted, mert annyira tényleg. Így van, szinte karaoke-zni is lehet rögvest.
Ez az operaház, ugye? Így is. Így van. Hát ez gyönyörű. És az a vicces egyébként, hogy akkor szerencsénk volt, hogy pont utána kapcsolták le a világítását, tehát, ahogy befejeztük az utolsó snittet. És az, hogy milyen legyen a videoklip világa, az abszolút adva volt, tehát hogy amikor meghallgat, vagy mikor már kész volt a zene, akkor úgy tudtátok, hogy mit szeretnétek belőle kihozni, vagy azért ezen hát még filozofálni kellett hosszasan? Ez minden ilyen videoklip, ez egy ilyen ötletbörzével indul, meg vitatkozással, hogy de ez nem jó, de ez lesz a jó, és akkor egyszer csak valami lesz. Nyilván ugye a lehetőségek is behatárolják az ember álmait, mert ugye lehet... A lehetőségek. Igen, szóval... Mi is szeretnénk 6 elefántot, meg 8 vadászgépet néha, de ez nem mindig sikerül. Úgyhogy, de hát igazából itt mindig van egy stáb, akivel forgatunk, akik ugye ehhez nyilván jobban értenek, mint mi. Ki a főnök? Mert azért tehát nyilván nektek kell az alapot tudni, és utána a stáb megvalósítja, vagy nyilván van egy klip rendező feltételezve. Tehát ki az ECSG-ben? Hú, hát igazából mint a kompetenciákon belül azért demokrácia van ilyen szempontból. Tehát tényleg mind meghallgatjuk egymást, hogy mi mire gondolnánk, és akkor, hogy valahogy valami közös nevező van, akkor indulhat el a munka. Mióta dolgoztok együtt ebben a felállásban? Most már jövőre lesz 10 éve. És 10 évig sikerült megőrizni a demokráciát? Bizony. Hát azt kell mondjam, hogy... három ember, de az a vicces, hogy három ember, de mégis így sikerült. Ezek a Balaton. Az, biztos ez van jó tékony hatással. Balatonparti csapatépítések. Ezek lehetnek jó hatással, igen. Mennyi idő kell egyébként, megérkeztek, mennyi idő kell nektek nagyjából, amíg elkezdtek dolgozni és úgy átszellemültök? Hány nap? Egy nap azért kell, hogy visszük az egész stúdiót, összerakjuk a stúdiót, igen, ez azért egy viszonylag sok idő. Sokat szerelni. De hát mit leérünk reggel, akkor este már el tudunk kezdeni dolgozni. Tehát azért tényleg ott arról szól, hogy... Ekkora szerencsétek van, hogy a család támogat ebben. Abszolút, óriási szerencsénk van, tényleg a lányok abszolút mellettünk van. No, figyeljük a klippet, természetesen ezt is, meg várjuk az új számokat. Legközelebb személyesen hol vagytok láthatók, hallhatók? Hát ez a megfelelő oldalainkon mindig lehet, mindig ott van, hogy mikor, hol, most ezt a fejből nem is tudjuk. Compact Disco Forever. Így van. Jó van. Úgy legyen. És a családokat is nagy szeretettel köszöntjük innét, lányokat, a fiadat, és természetesen a testvéredet külön tisztelettel. Köszönöm. Esetben most azért, mert itt személyes szál is van. Örülünk a lányoknak. Köszönjük. Jossi barát következik a sikeres nők rovatával, szóval abszolút illik a passzol a témához. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, Compact Disco.